hogyha ma a földön maradunk. Hát nem tudom, hogy a kormány is szóval mennyire tesz érte, vagy állnak ki. Ebben a palatni föld, múltani és jövőd, önzi majd a kózát. Mert van egy európai polgári kezdeményezés az őshonos kisebbségek védelme érdekében, 1 millió aláírást kell összegyűjteni, és jelenleg csak 200 000-et sikerült, pedig ugye 2 hónap múlva lejár a határidő. Ön szerint sikerül majd összegyűjteni? Szerintem biztosan. Mert eddig jóformán csak online lehetett aláírni, de most már nagyon sok helyen standokkal lesznek. Kevés, nagyon kevésnek tett. Én azt hittem 700 000, mikor egyszer hallottam. Ó, mondom, Superman, 2. Hát akkor csak ennyi van eddig, akkor félek tőle, hogy nem. Szerintem van rá esély, csak jobban fel kell hívni a figyelmet az erdélyi lakosoknak, hogy ez mennyire fontos és hasznos kezdeményezés. Ez nagyon fontos tudni, hogy főleg Erdélyben papíralapon is folyik a gyűjtés, de Magyarországon is, és az RMDSZ bejelentette, hogy 220-250 000 aláírást fog összegyűjteni papíralapon. Tehát, hogyha ez sikeres lesz ez a gyűjtés, akkor talán mondhatjuk, hogy most már 500 000 felett jár az aláírások száma. És hogyha megnézzük, hogy az elmúlt néhány hétben mekkorát nőtt ez az online számláló, az bizakodásra ad okot. Mindenek előtt itt elismerés illeti az LMP-t a kezdeményezése miatt, hogy egy országgyűlési határozatot fogadjunk el. Ez sikerült, és létrejött egy parlamenti politikai konszenzus a témában. Még a DK se nyomott gombot, ami azért azt jelzi, hogy noha nem támogatják, de most ebben az esetben nem is ellenezték a parlamenti határozatot. Ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy exponenciálisan megnőtt az elmúlt pár hétben az aláírásoknak a száma. Hogyha ezt a folyamatot sikerül fönntartani, akkor azt gondolom, hogy van remény. Ezt nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez valóban egy olyan nemzeti, ugye, olyan nemzeti kérdés, amely kapcsán félre kell tenni a pártpolitikai hovatartozást. És hát nem is teljes konszenzus alakult ki az anyaországi politikában, de egy nagyon széles konszenzus. Együl a DK, Gyurcsány Ferenc pártja nem tartotta méltónak a támogatására ezt a kezdeményezést, de ezzel együtt is 6 frakció szavazta meg néhány héttel ezelőtt ezt az országgyűlési határozatot, ami az ügy melletti kiállás. Szól. És a felkérés azért érkezett felé, mert én voltam a kezdeményezője ennek az országgyűlési határozati javaslatnak, és ezt nagyon megtisztelő felkérésnek tartottam, és örömmel el is fogadtam. Én egy nagyon nagy tapsot szeretnék kérni innét is a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos munkát a teljes nemzet érdekébe elvégezték, és végzik most is. Meglepi önt, hogy egy ellenzéki politikus is az ügy élére áll? Hát nagyon. Nagyon. Bár nem tudom, mit jelent ez. Azt nem tudtam. Ki? Dr. Kereszes László. Az hittem már a Szél Bernadett. Ugye az ön szerint meglepő, hogy egy ellenzéki párt is kiáll az ügy mellett? Hát miért ne? Miért lepődnék meg? A hazáért. Természetesnek tartom, természetes. Azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan ügy, amely mögé minden jó érzésű magyar ember határon innen is túl felsorokozhat, és szerintem ez üdvözlendő. Hát ennek örülök. Nem kéne a többi ellenzéki pártnak is esetleg? De biztos, de hát úgy látszik, hogy a pártok se tekintik nagyon szívügyüknek, meg hát nem tudom, hogy a kormány is szóval mennyire tesz érte, vagy állnak ki olyankor, amikor valami sérelem vagy atrocitás éri a magyarokat külföldön. Hát nem tudom, nem tűnik úgy, hogy elég bátran képviselik akkor kormány szinten a magyarság érdekét. Tartasz esetleg az ellenzéki oldalon belül olyan kritikáktól, hogy miért van az, hogy egy LMP-s politikus mondjuk egy színpadra áll egy fideszes országgyűlési képviselővel? Én azt gondolom, hogyha egy fontos nemzeti ügy kapcsán odállunk a színpadra, akárkivel, aki ezt ugye támogatja, az nem szorul magyarázatra. Ugye megköszönte az LMP-nek a határozatot és az, hogy más ellenzéki pártok is támogatták. Ön szerint eljöhet még a magyar politikában az az idő, hogy akár Gyurcsány Ferenccel is egy színpadra állhatnak fideszes politikusok valamilyen nemzeti ügybe, hogy létrejöhet ilyen minimum bármilyen kérdésben? Azt hiszem, hogy jobb, hogyha ma a földön maradunk. Én egyelőre ilyen álmokat nem kergetek.